Közel 600 km hosszan rendeltek el árvízvédelmi készültséget a kelet-magyarországi folyókon, ebből több mint a felén első fokú a készültség, 230 km-en pedig másodfokú. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Tisza mellett a Szamos, a Túr és a Kraszna is áradt. A Tisza kedden hajnalban tetőzött Vásárosnaménynál, kevéssel a másodfokú készültségi szint alatt, a felette lévő szakaszon lassú apadás várható. A mellékfolyók többsége is tetőzött már, de a szakemberek szerint itt is lassan fog csökkenni a vízszint. Nem segíti az apadást a Bodrogon érkező árhullám sem, ott elnyúló áradásra készülnek, és valószínűleg a harmadfokú készültséget is elrendelik. Tokajnál csütörtökön várható a tetőzés, a Tiszalök alatti szakaszon pedig a karácsonyi ünnepek alatt fog emelkedni a vízszint. Az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője szerint a lakosság azonban nincs veszélyben. Szerencsére ez az árhullám ugye egy nagyon-nagyon üres mederbe érkezett, tehát nagyon kevés volt a víz, mint a Bodrogon, mint pedig a Tiszában is, illetve az is fontos, hogy a mellékfolyókon, a Hernádon, a Sajón nem érkezett sok víz, tehát bőven van helye a víznek, ez pedig azt jelenti, hogy a mederben marad majd a víz, tehát szerencsére ilyen jellegű veszélyek nincsenek. A szokatlan decemberi árhullám a folyók vízgyűjtő területén esett nagy mennyiségű csapadék miatt alakult ki. Kárpátalján volt olyan rész, ahol két nap alatt több mint 100 mm eső hullott le, a magasabb területeken pedig a hó is elkezdett olvadni. Közben a belvízzel is küzdenek a szakemberek, a megyében két szakaszon első, további kettőn pedig másodfokú készültség.